Te a délután Száraz Györggyel. A rózsavonal az egy meridián, ami alatt ugye nagyon fontos, hogy ne csak egy földrajzi meridiánt értsünk. Tehát ne egy ilyen, ugye a Földnek vannak hosszúsági, szélességi különböző körei, és ezeket általában meridiánoknak hívják, ugye ami a Saint-Sulpicen keresztül ment, az kb. 1888-ig, vagy körülbelül addig, egy Greenwich-et megelőző időszakban számított a nulla meridiánnak, tehát a tengerészek onnantól számították a különböző keleti-nyugati fokokat. Amikor meghatározzák mondjuk egy hajónak a helyzetét. Ez egyfajta meridián, egyfajta elnevezés, egyfajta definíció. A mi esetünk is végtelen sok meridiánja van a Földnek ebből kifolyólag, hiszen az észak és a déli pólust végtelen, vagy sarkot végtelenül sok vonal össze lehet kötni. Azonban én nem ezt hívom meridiánnak, hanem az emberi energiamezőhöz hasonlóan a különböző energiavezetékeket hívnám meridiánnak, mert hogy a Föld anyára, mint élőlényre, Gaia-ként is megszemélyesíthető élőlényre tekintek, és én azt gondolom, hogy nem vagyok egyedül ezzel a világon. Tehát a spirituálisan gondolkodó, én merem vállalni, hogy ezoterikus emberek, azok a Földre élőlényként tekintenek, a Napra is, a Holdra is, a csillagokra is. Voltak éppen ez az élettelen anyag elmélet, valahogy számomra úgy nem állja meg a helyét, és nem nagyon fér bele ebbe a filozófiába, tehát egy ásvány is konkrétan rendelkezik tudattal, ezért is van kristálygyógyászat manapság, és dívik, és milyen jól működik, pont neked mondom, na mindegy, de hát ezt úgy említem, hogy esetleg mindenki tájékozódjon. És ezek a bizonyos energiavezetékek, én nem mondanám azt, hogy jó, a szakirodalom szerint szabályosak. Szabályosak, különböző hálók, különböző alakzatok, hol platoni testekhez hasonló, hol négyzethálóhoz hasonló, különböző formákat kiadó, ilyen mátrix-szerűen borítják be a Földet. A tapasztalatom az, hogy a gyakorlat egy picit más mutat, ezek az energiavezetékek, mármint a Földnek az energia vezetékei, például ugye a Szent Mihály vonal, a Szent Michael, ugye Angliában ez nagyon híres, vagy a híres Szent György vonalak, az úgynevezett sárkány vonalak, mert hogy minden kultúra, minden nép a maga korábban ezt azért valamilyen névvel illette, hol ennek, hol annak hívta, sokszor ugyanarról van szó egyébként. Mert például egy Hartmann vonal elnevezés az sokkal az 1950-es évekre vezető vissza. Tehát azért mondom, hogy ez egy újabb elnevezése. Miért? Mert szinte mindent újra felfedezünk. Ami már régen volt, azt mi elkezdjük újra felfedezni, és adunk neki egy új nevet, vagy elnevezzük a feltalálójáról, felfedezőjéről inkább, nem feltaláló. No, és ebben az esetben tehát a rózsavonal az tulajdonképpen bizonyos a Földnek az érhálózata. És azok a vonalak, amiket, hogy miért rózsa, az egy érdekes kérdés, hát egy picit talán a középkori misztikába bele lehet annyiban menni, hogyha elmondanám, hogy például ami az indiai, illetve alapvetően a szanszkrit szent könyveken alapuló mindenféle irányzatnak a csakra terminusa, és a csakra, az a múltkor már megbeszéltük, hogy mit jelent, én csak arra utalnék, hogy általában egy ennek a csakrának, ezeknek a főenergiaközpontok, vagy energiaközpontoknak a képi reprezentációja egy lótusz. Na, ami a lótusz Indiában, az a rózsa a keresztény, illetve a európai misztikában. Tehát ez így kell összekötni. Ugye nem véletlenül szokták a különböző csodákat a rózsákhoz kapcsolni. Tehát a rózsa ilyen szempontból valamilyen szintű energiaközpontot jelent, tehát a rózsának a vonala, úgymond, az pedig azok a vezetékek, vagy azok az érhálózatok, amelyek pedig értelemszerűen azt az energiát szállítják. A rózsa alapvetően, hogy most férfi vagy női principium, nyilvánvalóan nőiesnek mondanánk, de itt nem is ez a fontos, hanem az, hogy itt a Föld anyára vonatkoztatjuk, tehát értelemszerűen egy feminin jellegű lényről van szó, hiszen befogadó. De hangsúlyoznám, hogy ez nem jó, hogyha elmegy egy ilyen antropomorfizált irányba. Jó? És ez a bizonyos rózsa, tehát mint a misztika egyik szimbóliuma vagy attribútuma jelenik meg. Megjelenik az emberen, megjelenik a világban, megjelenik a Földön. A rózsavonal
hullámzó, tekergő, olyas, mint a kígyó. Na, tehát valljuk be őszintén, hogy, és most senkinek ne legyenek ilyen negatív vagy pejoratív felhangok, jó? Tehát a kígyó az ebben az esetben is pozitív, mert csak azt fejezi ki, hogy tekereg, nem statikus. Hát addig, amíg bizonyos energiákat meg lehet határozni, mert helyhez kötöttek, mondjuk a nagy piramisnak az energiai, az a nagy piramisnál, addig mondok egy hasonló energiát, mert a Merkaba energia, az is egy kígyózó energia, ami hol behatol a földbe nagyon mélyre, akár 10-20-30-40 méter mélyre is, hol kiemelkedik, tehát hol előbukkan, felbukkan, hol eltűnik. Mondhatjuk így is, ettől azonban ezek gyorsabb energiák. Az is különbség, vagy talán éppen az analógia kedvéért mondhatom azt, hogy tulajdonképpen hasonlóság, hogy ellentétben nagyon sok természeti energiával, tehát átlagos földsugárzással, mondjuk adott esetben a patakok, vizek, stb. Sugárzásával, vagy a különböző érztelepek és egyébként kisugárzásával, azért ez egy védett energia. Tehát ennek tulajdonképpen ugyanúgy, ahogy mondjuk egy idegnek van egy tokja, vagy egy érnek van egy fala, úgy ennek is van egy fala, ez nagyon fontos, mert ez egy védett energia, ami ellentétben mondjuk nagyon sok egyéb energiával a természetben, és éppen ezért hozzá kell tennem, hogy itt a Földnek egy olyan intelligenciájával kerülhet kapcsolatba az ember, mondhatnám azt is, hogy az összekapcsolódás helyeiről beszélünk, nem egyszerűen csak egy spirituális benzinkútról, mert én nagyon nem szeretem, amikor egy idő után az ember átmegy abba a nem is tudom milyen a állapotba, amikor ő gyakorlatilag mint valami bevásárlásra úgy tekint a spirituális fejlődésére, és akkor ide-oda elmegy, felveszi a nagy energiacsomagokat, aztán már megy is tovább, és nem éli át, és nem tudja, hogy igazából mi az, vagy éppenséggel nem foglalkozik, nem ér azzal, hogy pontosan mi is történik ott. Mert pedig én azt gondolom, hogy az élet nagyon is az átéléséről szól. És arra van, az a legfontosabb, hogy itt az ember a saját mélységeibe tud leereszkedni. Tehát ha van a misztérium iskoláknak univerzális doktrinája, olyan tanítása, ami tényleg egyetemes, akkor az, ami egyébként a labirintus ábrában is nagyon tökéletesen leképződik és tükröződik, hogy indulj el befelé, és járd végig az ébreszték útját, ezt mi így mondjuk, tehát azt a beavatási utat, ami egyébként megint egy félreértelmezett szó, de ebbe most nem fog belemenni, tehát azt az utat, aminek a kezdete lehet, hogy majd egy Szent Szülpisz templom, egy valamelyik Notre-Dame-asok közül, egy obeliszk, egy bármi lehet a szent helyek közül, de az igaziból csak a kezdetet jelöli. És onnantól kezdve majd ez benne tovább él, akkor és csak akkor, úgy is fogalmazhatnék, hogyha és amennyiben, kifejezetten olyan szertartásos életmódot követsz, ami ezekkel a felvett energiákkal és információkkal, mondjuk ki szent energiákkal és szent információkkal rezonál. Akkor fog ez kibontakozni. Az pedig sokszor, hát sok év, de általában egy emberöltő is kevés hozzá, hogy ez megtörténjen. Tehát a rózsavonal az a Földnek egy olyan, a sok közül egy olyan védett, zárt, ősi szelleméhez való, ősi szellemiséget hordozó energia, voltak éppen az maga a Földnek az egyik szellemisége, mert ez is egy olyan összetett dolog, hiszen ha velem is beszélgetsz, akkor most kivel beszélgetsz? Nyilván a tudatos tudatommal beszélgetsz, de én nem ennyi vagyok. Hát nyilván a Föld sem pusztán néhány ilyen energiavonalnak a szövedékéből álló lény, hanem itt a Föld anya, hangsúlyozom, egy szuperfejleszt spirituális lény, aki már jóval azelőtt létezett, hogy az emberiség egyáltalán megfogant volna a teremtő képzeletében vagy gondolatvilágában, és valószínűleg azután is fog még létezni, hogy az emberiség már sehol nem lesz. Hiszen az emberiség alapvetően azért nem egy ilyen sok millió éves projekt, ha egy picit mélyebben belegondolunk a szellem történelembe, vagy a szellem tudományok által feltárt, mondjuk az Akasha Krónika által tartalmazott történelembe. Tehát ez a rózsavonal. És akkor itt mindenkinél én nagyon fontosnak tartom, hogy egy ponton túl ne mondjunk róla minden. Nem most,
igen, én majdnem mindennel kapcsolatban így vagyok, tehát engem nem szokás szófogassággal vádolni, és én is mindig ilyenkor rosszok szorzok, hogy mit mondjak el, mennyit mondjak el, miért mondjam el, mi az, ami már sok vagy éppenséggel, ami talán jobb, hogyha egyéni megtapasztalásra bízzuk, mert én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy az ember, ha indítatást érez, ha elhívást érez, ha belső késztetést érez, akkor tegyen lépéseket. Nem vagyok híve ennek az otthon ülünk, nagyokat érzünk, nagyokat gondolunk, megváltjuk a világot típusú attitűdnek. Hozzáteszem, ez nagyon jó a fejlődés kezdetén. De aztán ezt konvertálni kell, transformálni kell, tettekké, cselekedetekké, mozgássá, tehát tessék menni. Úgyhogy én ezt így vélem, és igen, igen, sok mindent lehetne még róla mondani, de itt teszünk egy pontot. Igen, ez egy praktikus kérdés, az utazási iroda az egyébként egy utat kívánt neked, mert hogy kínált, hogy akkor merre menjél, és te mondod azt, hogy csak vigyetek el repülővel, szállást kérem, és mást teljesen intézek, uh-huh. vagy az utazási iroda eleve egy ilyen nyitott utat. Nem, teljesen átlagos utazási irodáról beszélünk, ahova mondom, csak beestem, szó szerint csak belecsöppentem ebbe a történetbe, és igazából a repülőken szálláson kívül, meg talán még volt benne reggeli, semmit a világon nem, meg a biztosítást. Szóval semmi, ez teljesen egy kötetlen utat lehetett 2007-ben venni, azóta már nyilván mi célirányosan szoktunk saját magunk részére szervezni ilyen utakat, ha pedig nagyobb csoporttal mennék, akkor pedig erre vannak ma már profi utazási irodák, akik csak ezzel foglalkoznak, vagy erre szakosodnak természetesen, de akkor ez mondom egy felfedező útnak is beillett, az meg, hogy hirtelen verbúválódott körén néhány ismerős barát. Széles körben, igen, igen, itt nincsenek titkok. Tehát ezek az információk és ezek a lehetőségek azért nem teremnek minden utca sarkon. Én azt mondanám, hogy ami jó, hogy ma már merem azt állítani, mert sokszor tapasztaltam, hogy, és most is, hogy egyre többen tudatosan keresik fel ezeket a helyeket. Mindenféle nációtól függetlenül. Valóban látszik, hogy ők nem véletlenül vannak ott, odállnak ahhoz a sztéléhez, ami őket tölti. Látszik, hogy ők próbálnak elmélyedni, elcsendesedni, akár a tömeg a heringparti közepén is, mert egyébként nem voltak olyan kevesen a Louvre-ban például, mint amennyire az ember számított rá, de tény, hogy megcsappant, tehát visszaesett már a turizmus azért Párizsban. Na, még egyet említelik, még egy sztorit, az pedig számomra megint csak egy ilyen téma az utcán hever típusú, már általam is kutatott, és aztán valamiért érdemtelenül mellőzött téma volt, ez volt a templomosoké. Utazás előtt nem sokkal, igazából egy Enigmák műsorra. Úgy készültem, hogy éppen átlapoztam, átolvastam a jegyzetemet, és nekem mindig, ha eszembe jut valami, akkor félretolom, amivel éppen foglalkozom, és akkor utána nézek. És utána néztem egy témának, valami a médiával kapcsolatos téma volt, így került, jutottam el a BBC-nek az oldalához egy cikkhez, egy írójához, ő pedig, hogyhogy nem Párizsban járt, és leírt egy nagyon szép cikket. Tehát úgy gondoltam, hogy akkor én ezt elolvasom, mert nagyon izgalmas, jó kis képek voltak benne, templomosokról is szólt. Jó, fogtam, és találtam benne, tulajdonképpen egy nagyon jó ötletet adott, nevezetesen azt, hogy mi lenne, hogyha én megpróbálnék annak utána járni, hogy nagyjából azokon a helyeken, ahol mi megfordultunk, ma található-e, felkereshető-e bármilyen eredeti templomos emlék. Olyan hely, ahol a templomosok bizonyítottan megfordultak. Most mondok egy ellenpéldát. Tehát nyilvánvalóan én nem pont arra a helyszíre gondoltam, bár ezt is felkerestük, ahol mondjuk Jacques de Molay-t mágián elégették. Én nem erre gondoltam. Én arra gondoltam olyan típusú helyszínekre, mint például, hol volt a székhelyük, a főhadiszállásuk. Mondjuk. Volt ő templomok. Mondom, tehát én 2020 augusztusában, én nagyon szeretem azt, hogy egy csomó mindent nem tudok. Én azért szeretek nagyon sok mindennek utána járni, akár a saját szakállamra is, illetve úgy, hogy azt a tudást én soha nem fogom senkivel sem megosztani, mert engem roppant mód érdekelnek az összefüggések. És szeretek érteni, megérteni.
Miért? Mert valószínűleg én úgy vagyok húzalozva, agyilag, lelkileg, hogy szellemileg, hogy nekem az adja a bizonyságot, tehát ne egy ilyen érzelmi, mondjuk azt, hogy szentimentális ilyen fellángolás, hogy most akkor azért higgyünk, mert sokan hisznek, és akkor jön a nyáj, és akkor megyünk jobbra, azt mondja a népvezér, akkor megyünk balra. Én ezt nem vallom. Én szeretem a dolgokat mélységeiben érteni, és akkor tudok odaadóan, mondjuk akár egy téma, akár egy személy, akár egy eszme iránt is viszonyulni, mondjuk. Na, és ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy mi lenne, hogyha ennek utána járnék, nem volt sok időm. Sok minden mással kellett foglalkoznom előtte még. Na, annyit még azért elárulok, hogy volt a cikkben egy név. És így gondoltam, hogy ha már egyszer ez megadatott, internet világában élünk, azért annyira azért nem nehéz alapszinten kommunikálni senkivel, mert azért a franciák franciául biztosan tudnak, viszont angolul is nagyon sokan tudnak ott, hál' Istennek. És kiderült, hogy ez egy kutató, aki legnagyobb sajnálatomra egyébként nem írt, illetve nem fordította le a könyvét angol nyelvre, csak franciára, és már nagyon régen beszéltem franciául ahhoz, hogy egy ilyen témát azért úgy pár óra alatt felszippancsak, de úgy voltam vele, hogy megír egy próbálkozást, úgyhogy felvettük a kapcsolatot vele, és megkértük, hogy hát mi ugyan tudjuk, hogy csak pár nap van, de mi a jövő hét elején megyünk, és hogy ha ráérne, akkor mi nagyon-nagyon-nagyon hálásak lennénk, ha egy ilyen túra minket elvinne. A túra az tulajdonképpen egy ilyen körséta, ami a mi esetünkben egy olyan 2-2,5 órát takart, és legyen szíves egyrészt mondja meg, hogy mi hol volt. Mert hogy ő ezt tanítja Párizsban, és mint említettem, könyvszerzője is. Kitűnően beszélt angolul, fantasztikusan humoros volt, nagyon jó fej volt, és örült is nekünk, mert a COVID-19 miatt ugye már több hónapja nem igazán volt úgy pezsgés Párizsban, nem is nagyon volt úgy talán annyi munkája sem, meg nyár van, nyári szünet van mindenhol. Találkoztunk vele, de nagyon érdekes volt, hogy nem kérdezett először semmit, hanem csak annyit, hogy akkor hány órára gondoltunk. Jól leegyeztettük. És már vasárnap volt, hétfőn indultunk. Hétfő hajnalban. Már vasárnap délutánra járt az idő, amikor ugye felvetődött benne, hogy na de mégis milyen téma, milyen orientációval megyünk mi tulajdonképpen oda, mert ez egy bődületesen nagy témakör, és hogyha már mesél, akkor nem szeretné megismételni azokat az információkat, amiket mi esetleg tudunk. Hát mi kapva kaptunk az alkalmon, közöltük, hogy minket a spirituális, az ezoterikus, a rejtélyek, az összeesküvések is tulajdonképpen ide sorolhatók, de inkább a spirituális olvasat érdekel. És ennek megfelelően tartotta meg egyébként az idegenvezetését, és fantasztikusan jó volt. És ami még érdekesebb, hogy egy olyan kontextusba helyezte az egész templomos történelmet, mert ugye ez azért ilyen 1095-től indul nagyjából, és kb. 1312-ig tart körülbelül, ami nagyon-nagyon más volt, mint amit mi, akár mondom, nem mondok most szándékosan ilyen nagyon híres csatornákat, de nagyon sok csatorna beállítja valahogy. Ugye kidomborítja az összeesküvés, kidomborítja a középkort, van amilyen szempontrendszer szerint nézi ezt az egészet. Ő viszont a kutató szemével látszott rajta, hogy meg hallani is lehetett, hogy azért a több éves utánajárások, levéltározás, helyszíni szemlék és egyebek alapján tárt fel nagyon érdekes dolgokat, és mutatott is néhány helyet, ezek közül legalább egy olyan 3-4 helyre azt mondom, hogy pazar, hogy megérte, és hogy nem találtuk volna meg, ha ő nincs. Tehát kellenek ezek. Hát én emlékszem, hogy mármint a segítség. Tehát 2007 márciusában, amikor mentünk, én már előtte ugye egy évvel körülbelül kutattam például a Szent Szülpészt. És egyetlen egy helyen találtam azt az információt, hogy például a Szent Szülpész templom Párizsban az eredetileg egy Ízisz szentély helyén épült. Utána ez már elterjedt, sok műsorban szó volt róla egyébek, de az a helyzet, hogy ennek nagyon nehéz utána járni, mert vagy rád mosolyog a szerencse, vagy a sors, inkább a sors, a gondviselés, és oda tolja neked azt az információt, vagy egyszerűen ez így elsikkad. És már érted azt, hogy ott miért vannak olyan ősi energiák,
miért pont odaépítették a templomot. De a Saint-Germain-des-Prés szintén egy ilyen templom. Hogy mondjak egy másikat, vagy a Madeleine például szintén egy ilyen templom. Nagyon izgalmasak ezek. Aztán egy másik izgalmas része, pedig a főhadiszállás úgymond az egyéb, ugye, amit nagyon kevesen tudnak, hogy Párizs ma kb. 5-6 méterrel magasabban áll. Én mindig mutogatni szoktam annak az egy-két főnek, aki ott körülöttem, nagy lelkesen ugye jön, hogy nézd, itt a városfal, milyen pici volt Párizs. És egyébként nagyon-nagyon meg lehet nézni térképeken is, hogy mondjuk a 6. kerület tartozott... Igen, illetve ha a másik oldalra átsétálunk, a Szajna túlpartjára, akkor is azt lehet mondani, hogy most körülbelül mondom, nem mértem le soha, hogyha letennénk egy körzőt, akkor vegye 2-3 kilométeres, mármint hogy 2-3 kilométeres sugarú kört, ha húznánk, nagyjából annyi volt Párizs. Mert ugye ott a kelták éltek. Egészen pontosan a gallok, mert ugye a Galois, az azt jelenti franciaul, hogy gall. Illetve a Galois, bocsánat, azt jelenti, hogy gall. A Galois az meg azt jelenti, hogy Velszi. Nagyon érdekes. Szóval a Galois, tehát a gall törzs élt ott, és a templomosok ezt valószínűleg nagyon jól sejtették, vagy ők is rendelkeztek egy-két komolyabb mágussal, vagy beavatottal, mert ők olyan helyre építették a főhadiszállásukat, ennek is van egy érdekes történelme, egyébként ma egy park található ott, de becsületükre legyen mondva, hogy jelölték. Tehát ott van az utcán, tehát a közúton, a járdán ilyen kis fémlemezekkel gyönyörűen, hát nem cikcakba, de inkább azt mondom, szaggatott vonalnak tűnő módon jelölik, hogy hol volt régen például az egyik tornyuk. Ez egy nagyon érdekes dolog. Szerintem, hogy még így is meg lehetne találni, hogyha valaki nagyon keresni, illetve ma egy park van ott forrással, stb., az egy csodálatos hely. Sajnos Napóleon hát nem volt mindenben tökéletes, ebben sem leromboltatta, mert hogy előtte azt hiszem a Bourbonoké volt, és hát ő a zsarnokságnak a jelképét látta abban az épületben. Tehát a Bourbonok is megörökölték nyilván valakiktől, és azok az ősök, akik eredetileg emelték azt a kastélyt tulajdonképpen, az ők voltak a templomosok. De nyilvánvalóan ez csak egy hely a sok közül. Oda én azt gondolom, hogy vissza fogok még térni, sőt, nem csak kimondottan templomosokhoz kapcsolódó helyek és energiák voltak, hanem teljesen máshol, de Párizsban például sikerült felfedezni, és ez számomra egy ajándék volt, amit a sors tényleg így odatolt. Nem mondom a pontos nevét ennek az úriembernek, mert nem tudom a teljes nevét, és nem szeretnék így fél információkat átadni, de nevezzük tanár úrnak, de a tanár úr Monsieur le professeur, voltam kedves, hogy mutatott még, válaszolt a kérdéseinkre, elvitt például egy olyan templomba, ez szintén templomos, de főleg máltai lovagrendhez kapcsolódó templom, mert hogy a templomosoknak az örökségét, nem tudom ki előtt mennyire ismert, de nyilvánvalóan tovább adták, és nagyon nagy részt az akkori lovagrendek vettek át, nyilván a királyhoz lojális lovagrendek, így például az ispotályosok. Magyarul így mondják, hogy ispotályosok. Illetve a máltai lovagrend is kapott jó néhány ilyen templomos hagyatékot, és ezért aztán gondoltam, hogy akkor érdemes megnézni az ő egyik templomukat is, az is fantasztikusan jó volt. A poén a poénja, hogy kinek szentelték a templomot, nagyon nehéz kitalálni, nem barkobázunk most, inkább elárulom, Árpádházi Szent Erzsébetnek. Szóval itt vannak ilyen érdekes összefonódások, úgyhogy azért mondom, hogy magyar vonulat is megjelent, illetve mondom, ilyen kis utcáskákban itt-ott találtam, de oda vissza fogok menni, és azért nem mondom el, hogy mi ez, majd utólag beszámolok róla, hogyha sikerült, ott pedig alkimista energiák voltak, és fantasztikusan erősek voltak, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a kettő, tehát mind a Chartres, mind pedig a templomos túr még tetézte, még megkoronázta az amúgy is egyébként nagyon-nagyon-nagyon mozgalmas párizsi. Én azt mondom, hogy egy átlag turista rémálma vagyok. Tehát egészen biztos, hogy kosmár, mondja a francia rémálom, vagy nightmare, mondja az angol. Tehát én alapvetően egy olyan valaki vagyok, aki ugye nem mondanám azt, hogy fanatikus, mert ez egy nagyon szélsőséges valakit akar, de
szeretem kimaxolni, majd divatos kifejezéssel élek, kimaxolni a lehetőségeket. Én mindig közlöm is, hogy aki velem szeretne tartani, az készül arra, hogy legkésőbb, tényleg mondjuk fél hétkor vagy hétkor fölkelünk, és azért este 7-ig, 8-ig, 9-ig, tehát nagyjából kifulladásig megyünk. De jó hír, hogy van egy másik oldalam is, az együttérzőbb sokkal. Én imádok természetesen nem hedonizálni, de enni, inni, illetve nagyon szeretem a szépséget. Tehát természetesen itt a bőséges reggeli, a megfelelő ebéd, és a valóban a csodálatos vacsi a megfelelő helyeken, a jól bejáratott helyeken, abszolút velejárói ennek az útnak. Még egy érdekességet elmesélek, akkor Párizsal kapcsolatban ez most jut eszembe, és aztán tényleg teszek ennek a végére is egy pontot. Aztán, ha bármilyen kérdésed van, válaszolok rá. Nem, Rómára is kíváncsi vagyok. Jó. Párizsal kapcsolatban még annyit mondanék el, hogy már korábbi utak során is szemeztem egy könyvesbolttal. Nekem nagyon izgalmasnak tűnt, mert ezoterikus könyvesbolt. És tényleg azt mondhatom, hogy mi szemszájnak ingere ott megtalálható. Tehát a hermetikától kezdve, az asztrológián át, a kabalán keresztül, a különböző mágikus irányzatokig egyetlen szépséghibája van, ezt kénytelen is voltam ott szóvá tenni a hölgynek, valószínűleg a tulajdonos volt, hogy de minden franciául, hogy egyetlen egy könyv más nyelven, tehát vagy angolul, vagy spanyolul, vagy valamilyen más nyelven, nincs ebben a boltban, és ő láttam, hogy nagyon megsértődött, tehát ez egy filmben élő jelenet volt, amikor így kicsit felhúzta az orrát, úgy van, belegázoltam a nemzeti önérzetébe, és látszólag, és mondta, hogy hát nem, szó sem lehet róla, itt csak francia van, hát ez nagyon-nagyon szomorú és sajnálatos, de elfogadjuk, csak az sokkal tovább fog tartani, mert hát sokkal nehezebb számomra. Na jó, tehát ez volt egy izgalmas kérdés, és valóban ott csodálatos könyvek vannak, nyilván, és utána néztem, lefotóztam néhány borítót, utána néztem, többek között az előbb említett tanár úrnak is a könyve, csak és kizárólag franciául létezik, tehát nem fordították le soha más nyelvekre ezeket a könyveket. Ott a piacérés, köszönöm szépen. Jó, oké, de nem, mert nem fog így ráugrani, mert én azt gondolom, hogy mindennek megvan a maga útja, és valóban igaz az, hogy egyes szemszövegeket vagy akkor tudunk elsajátítani, hogyha egy adott nyelvet megtanulunk valamilyen szinten, lefordítani, értelmezni, hiszen vannak holt nyelvek is, vagy valaki megteszi ezt helyettünk, megjegyzem, nem feltétlenül van előrébb az, akinek mondjuk magyarul tolnak oda egy szent szöveget, hát én viszonylag behatóan tanulmányozom már évek óta a hermetikát, ezt mondjuk te pontosan tudod, és nekem pont ez a bajom a fordítások, hogy nekem is elő kell vennem mindenféle, mondjuk így, hogy eredeti, meg még eredeti, igen, illetve különböző közvetítő nyelveken már megjelent változatait, ugyanannak a szövegnek, és próbálom ezeket összevetni, összehasonlítani, és van úgy, hogy egyik sem tetszik, mert nem pontosan adja azt vissza. Tehát azért mondom, hogy ha nem beavatott, tehát nem egy közepesen vagy magasan realizált, tehát önmagát már azért a tudatosságban igencsak nemesített tudattal találkozik egy szöveg, akkor bizony ott bármi megtörténhet. Ott az elme, a tudat, az értelem, a szellem, a gondolat, a gondolkodásmód, ez mind ugyanaz az egy szó, is megjelenhet igen eklektikus formában, és ez inkább nagyobb zavart kelthet abban, aki egy ilyen szöveget próbál értelmezni. Valószínűleg azért nem, mint amennyi rendet teremt benne. Mert hogy talán ez az oka annak, hogy nagyon sokan, amikor beleolvasnak, így nem teljesen értik, hogy miről van szó. Pedig ha az autentikus formában kerül átadásra, akkor az, még ha nem is érti valaki az összes mondani valóját, a teljes mondani valóját egy szövegnek, akkor is valami mögöttes töltetet már ki tud belőle érezni, vagy hámozni. Jó, tehát azért mondom, hogy nagyon izgalmas volt ez a boltocska is, csak éppenséggel itt nem sikerült dűlőre jutnunk. Egyébként pedig a Notre Dame-mal kapcsolatban azt az információt kaptam, mert hogy egyébként oda is elmentünk, hiszen a templomosokhoz a Notre Dame is kapcsolódik, hogy néhány év múlva, tehát 2 év múlva, 3 év múlva már azért valószínűleg hát kell hozzá egy kisebb csoda, de már meg fog nyílni. Úgyhogy reménykedjünk, hogy ez a spekuláció, ez a valósággá fog egyszer válni. Úgyhogy ez volt Párizs. Még talán egy, ez jó záró szó. Nem baj. A labirintusnál mondjuk
amennyire én emlékszem rá, az nagyon tetszik benne, mert elindul, megcélozza a közepét, szóval éppen így is közepítünk, aztán elkanyarodunk mindenhova. De hogy mondjuk az, ami furcsa, hogy mondtad, hogy ez a szakrális geometria, ez eddig rendben is van, de hogy az mondjuk egyszer, mert tulajdonképpen csak végig kell rajta menni. Jó, akkor mondok valamit. Igen, a labirintus meg az útvesztők között valamilyen különbség. Te a délutáni beszélgetéseinket hamarosan folytatjuk. Munkásságomról bővebben a Te a délután leírásában olvashatsz. Száraz György könyvei már hangos könyvként is elérhetőek. A részleteket megtalálod a voice.hu oldalon. Hallgass bele mindegyikbe, és használd ki ezt a korlátlan lehetőséget.